a gyógynövény, talán a világon nincs olyan kultúra, amelyik ne használná. Nincs ember a világon, aki valami, hogy nem került volna közvetlen kapcsolatba, tehát magával a növénnyel, vagy a származékával. Éppen ezért mi úgy gondoltuk, mivel mi egy Brandner Antal nevezettő professzornak vagyunk a tudományos hagyatékának kezelője az alapítványnál, hogy bemutatunk gyógynövényeket. De jött az ötlet, hogy itt sokkal többről van szó. És ezért hoztuk össze ezt a mai konferenciát, a bemutatót, a kiállítást, vásárt, mert a termelőket össze akarjuk kötni a készítőkkel, a gyártókkal, a forgalmazókkal és a tudománnyal. Horváth Györgyinek hívnak, a Pécsi Tudományegyetem gyógyszerésztudományi karáról érkeztem, azonban is a Farmakognózi Intézet munkatársa vagyok, illetve a karnak a tudományos dékán helyetteseként vagyok még itt ma jelen. Két előadást fogok majd tartani ezen a mai gyógynövény szakkiállításon és vásáron. Az egyik esetben szeretném bemutatni, hogy a gyógyszerésztudományi karnak milyen kapcsolatai vannak a gyógynövény kutatással, milyen lehetőségeink vannak az egyetemen belül, K+F tevékenységünket. A második előadásban pedig szeretnék rávilágítani a termékeknek a minőségére, ugyanis azt tapasztaljuk, hogy bizonyos mértékben a jogi szabályozás lazasága miatt különböző minőségű termékek vannak a piacon. Elsősorban az étrendkiegészítők között találhatunk olyan termékeket, amiben nem teljesen ugyanaz az anyag van benne, mint ami a csomagoláson szerepel, vagy kevesebb mennyiségben. És hát a mi szakdolgozóink, TDK hallgatóink nagyon szeretnek olyan munkákat végezni a laboratóriumban, ahol különböző termékeknek a minőségét vizsgálhatjuk be, és most így a pécsi tapasztalatokat osztom meg itt a nagy közönséggel. Levendulával készítettem lekvárokat, szörpöket. Ugyanolyan eljárással készül a szörp és a lekvár, tehát hagyományos eljárással, csak a végén ízesítem levendulával, és ettől egy kicsit más lesz. Levendula az nyugtat, emésztési zavarokra is jó, de egy különleges ízt ad a lekváraknak és a szörpöknek. Hagyományteremtő célra rendezzük meg természetesen ezt a rendezvényünket is, de ez már egy meglévő rendezvény, és most csak társszervezőként járulunk hozzá, mert ahogy bővült a rendezvény Szentlőrincen, úgy lehetett látni, hogy erre van kereslet, hogy egyre több az érdeklődő, hogy fontosnak találják, mint a lakosok, mint az itt élők, a gyógynövények felhasználási lehetőségeit, hogy megismerjék, és ezt szeretnénk még szélesebb körben propagálni és megmutatni.